erről megkezdem rá. A kollégáimat arra szeretném kérni, hogy fáradjanak fel a színpadra ide mellén. Mikor jöttetek befelé, az a jutott eszembe, hogy nem régen volt itt egy beiskolázási ünnepség, és én ugyanígy a leendő szülőket, a leendő elsős diákokat ugyanígy vártam. Mondtam, jó reggelt, köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm az apukának, hogy elhozta a gyerekét, és mikor mentek el, mondtam, hogy köszönöm, hogy itt voltak, kellemes hétvégét kívánok. Egyszer jön egy kisfiú az apja mellett földézem, maga az őr itten? Kérlek szépen, igen, mondtam, így is lehet mondani. Mondtam, most én voltam itt az őr, most pedig én vagyok az, aki a kollégák nevében szeretne benneteket köszönteni. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy látnak itt benneteket, hogy kezdet rászhattam veletek. Mélységes mi elnézéseket kell kérnem, hogy rengeteg ismerős arcot láttam, de nem biztos, hogy tudtam, hogy Évo, Kati, Péter vagy valaki, és én nem elszégyeltem magam, mert nekem volt egy főnököm, aki most nincs itt, mert nem tud itt lenni, szerettem volna itt áll mellettem, ő mindenkinek, még az osztályfőnökét is tudta, utolérhetetlen példa marad előttem. Jó gazdaként készültünk a mai estére, remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat, és a termeket járva, talán ti is észrevettétek, hogy az utánatok jövő generáció hagyott egy kis levelet nektek. Az egyikben bele olvastam, és ezt, bocsánat, ne haragudjatok, tényleg nagyon jó esne, úgyhogy picit érezném, hogy figyeltek. Nagyon szépen köszönöm. Az egyik kis cetlin, ez olvasható, Karesz vagyok. Nekem sok álmom van az életemről, neked mennyi álmod volt? Melyik volt a legnagyobb? Beteljesült-e? Remélem, hogy aki ezt a kis cetlit kapta, az valami biztatot írt ennek a kis fiúnak. Remélem, hogy az álmaitok, amelyeket itt tételgettetek, és a középiskolában növesztettetek, és aztán kirepülve vitt benneteket, azok megvalósultak. Gratulálok azoknak, akiknek megvalósult. A Facebook oldalatokat figyelve, már aki megtisztelt és bejelölt, és én a falamon időnként rá tudtam találni, látom, hogy nagyon sok boldog a gyerekeire, a családjára büszke ember van. Köztük vannak olyanok, akiket elsodort az élet, és Angliából, Németországból üzen haza, és meséli az életét. De természetesen tudom, hogy ez nem mindig van így. Nem mindig van így. És szeretném azoknak, akiknek még nem az álmaiknak megfelelő az élete, vagy úgy érzik, hogy lehetne jobb, vagy valami nem úgy megy, ahogy szeretnék. Szeretném, hogyha ehhez az álom megvalósításhoz erejük lenne, társaik, megfelelő társaik lennének, és hitük abban, hogy nem szabad feladni. Akiknek megadatik az, hogy könnyedén megvalósítják az álmaikat, kemény munkával természetesen, és társakkal, azoknak meg azt tudom mondani, nagyon vigyázzanak. Fogják erősen ezt a sorsajándékot, és ne ereszik ki a kezükből, higgyék el, nagyon töréken. Egyikőjükkel beszélgettem, mondta el nekem, hogy nem hiszi el tanárul, hogy milyen vékony vonalon, kötélen jár az ember. Egyszer hibáztam, és nem volt segítség, és kétszeres erővel kellett visszakapaszkodnom. Vigyázzatok, hogyha egy kötélen egyensúlyozva jól haladtok, akkor azt őrizzétek, mint kincset. Az én álmomról szeretnék beszélni nektek végül, nem lesz hosszú. Itt azzal kezdődött ezek között a falak között, ott fönn az emeleten, 40 évvel ezelőtt, aztán itt a 9-esben, hogy egy véletlen hozta munkalehetőség, de fogtam bele, és azt kértem a sorsról, hogy csak adja meg nekem azt,
hogy megtaláljam a boldogságomat ezzel a pályán. Megtaláljam a nyugalmamat abban, amit a sors kínál nekem. Ezt megadta a sors, és adott hozzá igen sok jó, emlékező, emlékezetes, megemlékezésre érdemes kollégát. Nagyon sok ilyen kolléga áll itt, illetve állna itt, ha itt állhatna. Sokan éppen valamelyikötök kérdezte, hogy és kik nem állhatnak már itt. Hát ezt most nem fogom elkezdeni sorolni, mert ha valakit kihagynék, akkor megint szégyenkezve vennék le innen. De sajnos sokaktól búcsúztam. És nagyon sok diákot, jó diákot kaptam. És nagyon sok jó, emlékezetes pillanatot kaptam a diákoktól, tőletek. Annak idején. És tudjátok, az az érdekes, hogy akikben a legtöbbet surlódtam, veszegettem, bennállt az igazgatói szobába, vagy a helyettesi szobába, akkor még hogy volt, és nem tudom mondani. Azok felnőtt férfiként, nőként kiszállnak az autóból most az iskola előtt, lehajolnak a gyermekük közé, és azt mondják, aztán figyelj oda a tanító nénire. És mikor ezt, és amikor ezt a mondatot, elkapom, akkor megnyugszik a lelkem, bejövök az iskolában, és elmondom a kollégáknak a történetet, és azt mondom nekik, gyerekek, akik most itt állnak előttetek, köröttetek, nem kiszemberek. Mindegyik képes meglepetésre, és most után nyakok vele, hogyha egy ilyen 40. évfordulón szembe jönnek veletek az ajtóban, akkor egy készszorítást, egy mosolyt megérdemeljön tőlük. Ajándék az életemnek az, hogy mindezek után, itt most, mögöttem, köröttem, nem csak igazán jó kollégák állnak, hanem öreg diákok is. Hát most értelen, hadd ne, hát most mutatom a arra az... Mutatok arra a kolléganőmre, aki vélhetőleg 5 év múlva az utódom lesz. És már most itt tudom, hogyha kilépek a cipőmből itt, akkor van, aki a lépteimet tovább viszi. És az is nagyon fontos, hogy állnak itt olyan emberek, tanáremberek, akik itt nőttek fel veletek együtt, a ti évfolyamaitokkal együtt, és most úgy köszönhetek rájuk, hogy szervusz, Gyuri, szervusz, Bali, csak példát mondtam, hogy hirtelen, mert abban az irányban vannak a tekintetemnek, és együtt zsörtölődhetünk, kínlódhatunk, küzdhetünk velük, és én nagyon bízom abban, hogy az utánadó következő generáció is ugyanilyen értékes, jó arcú ember lesz, mint ti vagytok. Tehát mit is akarhatnék még? Én ajándékot kaptam, hogy itt most köszönhetlek benneteket, és ezzel befejezve azt kívánom nektek, hogy továbbra is legyen az életetek jó, vagy legyen végre jó, tartsátok meg az életeteket, és azt érezzétek jól magatokat, a házfalat elrúgjátok itt, táncoljatok, egyetek, igyatok, érezzétek jól magatokat. Köszönöm, hogy eljöttek. Thank you.
Thank you.